Tegnap előtt ért véget a 17. zsoboki alkotótábor. Egyik meghívottja Kádár Tibor, kalotaszegi származású festőművész volt, akit mai adásunkban is vendégül látunk, hogy erdélyi kötődéseiről, munkásságáról kérdezzük. Kádár Tibor kalotaszegi származásáról árulkodnak azok a festmények, amelyek több évtizedes munkásságának visszatérő motivumaként sorozattá alakulnak. Sok esetben a zsoboki alkotótáborban öltenek végleges formát. Az idei tábor arra is lehetőséget kínált számára, hogy a régi barátjáról, Banner Zoltánról korábban felvázolt festménye szintén elkészüljön. 45 éve ismerjük egymást. Zoltán ugye a Utunk hasábjain jelentette meg a kiállítás recenzióit. Én még taknyos diák voltam, mikor Zoltán ifjú titánként már komoly dolgokat művelt az Utunknál. Utána jöttek ugye a Szavaló estjei, azokat is megcsodáltam. Utána találkoztunk olyan értelemben, hogy, és azt hiszem, hogy Kalotaszeg kapcsán, ő volt azt hiszem az első, aki megnyitotta az egyik kalotaszegi kiállításomat, és aztán többet, és elég sokat írt rólam. Úgyhogy ez a kép, ami itt látható, az körülbelül 6, nem emlékszem pontosan, 6-7 éve kezdődött, akkor vázoltam fel. Többször találkoztam Zoltán azóta, de nem volt alkalmam folytatni, most befejezem. És mire alkalmas még ez a kalotaszegi alkotótábor, ez a zsoboki alkotótábor ön számára? Elsősorban az emberekkel való találkozás. Nyilván a táj, amit már elmondtam, a táj szépsége, a népviselet, stb. De kontaktusba kerül az ember itt az emberekkel, és nem utolsó sorban itt fantasztikus szeretetre vágyó gyerekekkel, ami nagyon megható, és hát szinte elérzékenyül az ember, hogy mennyire ragaszkodnak, mennyire kívánják a szeretetet ezek a kis árvák, és olyan jó adni nekik. Kádár Tibor festőművészt köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Kezicsókolom! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a stúdióban. Úgy tudom, hogy 1988-ban távozott a szülőföldjéről, de azóta rendszeresen visszajár Erdélybe, íme ezt példázza a zsoboki alkotótábor is. Milyen kapcsolatokat ápol a szülőföldjével? Mintha nem is mentem volna, elmondhatnám. A szüleim sajnos meghaltak, de azon kívül a város, a Kalotaszeg, a Székelyföld megmaradt. Nagyon erős kapcsolat, minden áldott évben itt vagyok, vagy Kalotaszegen, Székelyföldön, és újabban a Csángóföldön is. Egyébként most hol él? Veszprémben élek, a Királynék városában, egy gyönyörű hely. A kertemben van egy szikla, és fenyők vannak, úgyhogy otthon érzem magam. Elmeneteléig itt Kolozsváron a képzőművészeti gimnáziumban tanított festészetet. Veszprémben átköltözése után mivel foglalkozott? Veszprémben rögtön az első évben a múzeumnál művészettörténészként dolgoztam, azután megszűnt az állás, utána tanítottam, de közben volt egy 5-6 év, amikor hát a tarisznyát a vállamra vettem, és elindultam nyugatra, mert 1990-ig én Budapesten kívül nem láttam nyugatot, úgyhogy 91-től mondjuk olyan 8 évet többnyire nyugaton állítottam ki, nyugaton utaztam, Dániától, Anglián keresztül, Hollandia, Németország, és nagyon, nagyon sok mindent láttam, tanultam.
Hát ennek tükrében is értékelendő, hogy nem feledkezett meg a szülőföldjéről. Egyébként a bejátszásban látható munkák alapján megállapíthatjuk, hogy ön most a figuratív festészetet műveli, de úgy tudjuk, hogy többszörös váltás történt a pályája folyamán. Beszélne egy kicsit erről, hogy mi az ön művészi hitvallása, és hogy most miért éppen a figuratív festészetnél horgonyzott le? A rindítatásom, ha csak azt mondom, hogy én a középiskolában, vagyis a képzőművészeti gimnáziumban már 15 éves koromtól nagybányai festőktől tanultam, akkor azt hiszem, hogy egészen természetes, hogy a figuratív művészetet tanultam, és azt hiszem, hogy nagyon jól tanítottak. A főiskolán is szerencsém volt mondjuk olyan embereket hallgatni, sajnos nem tudom, Miklósi Gábor, Abudi Nagy Béla. Nagyon sok mindent magába szív az ember ilyen környezetben. Kós András, nagyon sok értékes embertől tudtam tanulni figuratívot. Mikor kikerültem nyugatra, akkor történt egy nagy változás. Megkóstoltam a nyugati művészetben az elvont művészetet. Nem, mintha itt nem műveltem volna, műveltem, de nem tartottam érdemesnek, ennek oka volt. Utána megint visszatértem a figuratív művészethez, mert ennek megint oka van, és hát nevezzük néven, az az elkorcsosult, elfajult, mesterség tudás nélküli művelt művészetnek nevezett, nem tudom mi, az nagyon felháborított, főleg akkor, mikor a fiatal diákok körében láttam a mesterség nem tudását. Ettől kezdve azt mondtam, hogy na vissza a mesterséghez, aztán művészkedjen az, aki megtanulta. Ez az oka, az egyik oka, természetesen csak az egyik oka a visszatéréshez. Úgyhogy a jelen pillanatban a figuratív művészet az nagyon fontos számomra. És akkor a művészi hitvallásáról kérdezhetném-e, ebben teljesedik ki, hogy az ember központuság? Lehet, hogy nagyon sokan fognak mosolyogni, amit mondok, az nem időszerű, nem korszerű, de a művész az szerintem mindig szolgált, valakit kiszolgált. A művészet fogyasztókat szolgálta ki. De most ezt mondtam, nem divat most ilyesmiről beszélni, de én meg vagyok győződve, hogy az embereknek kell a művészetet művelni, és nem a fióknak, vagy saját magamnak. Figuratív művészethez való visszatérésnek ez is egy nagyon fontos oka, és a művészeti hitvallásomhoz hozzátartozik, hogy hát nem véletlenül mondtam a tegnap előtt, hogy Banner Zoltán a festőknek a lelkiismerete itt Erdélyben. Hát művész is valahol a képzőművész az kéne legyen. A közönségnek, valahol a közönségnek a művészet fogyasztóknak a lelkiismerete kéne legyen. Nem mondom, hogy az vagyok, de kéne lenni. Nem csak alkotótáborokba szokott visszajárni Erdélybe, ha jól tudom, akkor a 90-es változások után néhány évig tanított is itt Erdélyben, éppen a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia egyik fiókegyetemén Segesváron. A diákoknak is ugyanezt próbálja átadni az óráin, vagy próbálta? Most már múlt időben beszélünk erről. Sajnos most már objektív okok miatt nem oktatok. A diákoknak feltétlenül azt szerettem volna, amit elmondtam az előbb, többek között átadni. Elsősorban a mesterséget, másodszorban a tiszteletet a művészeti fogyasztók felé. És nagyon fontosnak tartottam azt, hogy egy szélesebb látókörű és másfelé is kitekintő diákokat neveljek, ne feltétlenül szakbarbárokat, és azt hiszem, hogy ennek volt egy kis eredménye is. Biztos, hogy igen. Ugyanehhez az emberközpontú figurális művészethez tartozik az F csoportnak is a létrehozása, amelyet Magyarországon hozott létre néhány művésztársával. Milyen volt ennek a csoportnak a fogadtatása? Úgy a közönség által, mint a művészvilág által. A fogadtatás nagyon, hát kettős volt. Nyilván nagyon sokan, hát nem, én kértem azt, hogy legyen kerekasztal, beszéljük meg,
milyen jó lenne, ha megbeszélnénk azokat a úgynevezett konfliktusokat, amik különböző nézetek között támadtak. A közönség feltétlenül pozitívan fogadta. A szakma egy része pozitívan fogadta, egy másik része nem vagyok biztos benne, de nem jelezték, hogy nem fogadják pozitívan, de hát minket ez különösen nem érdekel, mert visszajelzés egy kiállításon az sokkal többet ér néha, mint egy szinte olvashatatlan műkritika. Biztos, hogy így van. Egyébként akkor hozzátesszük, hogy az F csoport Kolozsváron is jelentkezett egy kiállítással, és itt nagy sikere volt a kiállításnak. Hát nagy sikere volt, mert ott olyan embereket láttam, akiket 20 éve nem láttam, és nagy örömmel nézték, és gratuláltak nagyon sokan, olyanok is, akikre nem is számítottam. Nagyon-nagyon örventünk, nagyon pozitív visszhangja volt, mert ez a kiállítás bejárta egész Erdélyt, Erdély fontosabb kiállítási helyeit, úgyhogy nagyon örventünk ennek a pozitív visszhangnak. Azt szeretném, hogyha a továbbiakban pontszerűen beszélnénk néhány munkájáról, hogy a nézőink is közelebbről ismerjék meg az alkotásait, és hát az első sorban kiemelném azt, amit a háttérben is láthatunk, tehát a bibliai alakokat ábrázoló sorozatát. Az utolsó vacsorát is megfestette, és nagyon érdekesen úgy, hogy az alakok nem sokára fogják látni a nézők is, úgyhogy azok, akik az asztal körül ülnek, azok tulajdonképpen háttal ülnek a nézőnek, tehát mi az arcukat nem láthatjuk. Miért? Az érsek úrral beszélgettem Veszprémbe, ugyanerről a problémáról, és az érsek úr azt mondta, hogy Krisztus soha nem fordít hátat az embereknek. Hát én ezzel teljesen beleegyeztem ebbe a megállapításba. Nem is Krisztus fordít hátat nekünk, hanem van egy olyan érzés, hogy mi fordítottunk hátat Krisztusnak, csak a nézőpont kérdése. Az első variáció, mert 3-4 variánsban is megfestettem nagy méretben. Az első az a Dániában született élmény alapján. Ugye itt a leggazdagabb emberek vacsorája fenn a felső traktusban, lenn a Leonardónak egy az egyben megfordított utolsó vacsorája, utána következett még két nagy variáció. Megfordultak, nem fordultak, hát mit fordítottunk hátat Krisztusnak, de ez nem jelent semmit, mert a nyelvezet, amihez hozzányúltam, az a fontos, azt tartom én fontosnak, a Biblia ismerete az közelebb hozza az embereket, a nézőket a képzőművészethez is. Egyébként, hogyha valaki meg szeretné tekinteni ezt az alkotást, akkor hol látható? Hát egy az én tulajdonomban, amit soha nem fogok eladni, van kettő, amit hát műgyűjtők megvásároltak. Tehát magánkézben vannak. Egyébként ő nagyon szereti a nagyméretű alkotásokat, lehet önt így is jellemezni, hogy nagyméretű munkák alkotója, és egy különleges kategóriát foglalnak el az ön munkái sorában a triptihonok. Ez is egy olyan dolog, hogy vissza szerettem volna hozni egy olyan képzőművészeti nyelvet, amit mindenki ismer. Vagyis a képzőművészeti nyelv, ez a fogalom, hogy nyelv, az jöjjön vissza az emberek tudatába, mert a teljesen absztrakt képzőművészeti nyelvezet idegen a nagyon sok művészet fogyasztó körében, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ezt a nyelvet vissza tudom hozni, mint triptihon, bizonyos témákat tudok aktualizálni, mint a Bibliának bizonyos dolgai, amit teljesen aktuálisak, akkor azt hiszem, hogy az emberek is hamarabb megértik, ezt már mondtam. És a nagyméretre visszatérve, az veszélyes dolog, ugye, mert ettől a nagymérettől ugye, hát megrendelő nincs, vásárló nagyméretre nincs, ez elég veszélyes talaj, de hát különösen nem érdekel akkor is nagymereteket. Szeretném, ha ezek a képek olyan helyre kerülnek, ahol ilyen közterekre, középületekbe, ahol nagyon sok ember megfordul, és ezért a nagy méret. Hát igen, bizonyára ez volna a hasznuk. Egyik különleges triptihonja a Hitel című folyóiratnak az alkotóit
az alkotóinak a sorát ábrázolja, el az alapító Széchenyi Istvántól az utolsó szerkesztőjéig. Miért érezte szükségesnek azt, hogy megfesse ezeket az embereket? Szintén itt vannak a gyökerek, Kolozsváron vannak, nagyon sok kollégám, Cseh Gusztáv, de sorolhatnám, nagyon sokan. Akkor kezdték ezeket a nagy embereknek a portréit megrajzolni, megfesteni, amikor nem volt szabad. Ez egy olyan ellenállásféleség lehetett. Akkor indultam én is egy olyan sorozattal, mint Bethlen Gábor, Kós Károly bácsi, ugye akkor még élt, és akkor megfestettem a portrét, Nagy Tata címmel állítottam ki. Volt egy ilyen csendes ellenállás, ami aztán folytatódott tudatosan rendszerváltás után is, a 48-asok, a szabadságharcosok, a aradi vértanúk megfestése. Érdekes módon ezek nekem mind a műteremben voltak úgy szépen feltéve, elraktározva, aztán mikor kellett, kiderült, hogy egész Magyarországon egy festőnek nincs, ha kiállítást kell, jöttek hozzám, hogy akkor csináljunk kiállítást. Hát csináltunk. Ennek a folytatásaként Szász Istvántassal a Hitel 1934-ben ő szülei házigazdák voltak, a Hitel szerkesztősége házigazdái voltak, és ott született Szász Tasinak a szobájában született az ötlet, hogy fessük meg a Hitel nagy embereit. Hát volt mit festeni, mert mondjuk Széchenyi a Hitel címadója, és 1934-ben a szerkesztőség, akik nem akárkikből álltak össze. Többek között a négy különböző vallású püspök is jelen volt szinte mindegyik szerkesztőségi gyűlésen, ez óriási dolog. Hát Kós Károly bácsi, Dzsida Jenő, Vas Albert, mindenki jelen volt. Nagy dolog nagyon. És úgy döntöttem, hogy megfestem a portrékat, és így a 25-ből lett 56 portré. Nagyon szép az alkotás. Én a maga valóságában nem láttam, csak reprodukcióban, de nagyon tetszett nekem. Egy másik nagyméretű alkotása, amelyről tudomásunk van, az bálványoson látható, és teljesíti azt a feltételt, amelyet ön az előbb említett, hogy egy olyan épületben legyen elhelyezve, ahol sokan járnak. Tehát bálványoson látható egy szálloda belső falán egy 5x2 méteres alkotás, a címe Körültáj torja Szent Anna. És nagyon-nagyon sok részletet tartalmazó legendákat, székely legendákat megörökítő festményről van szó. Mennyi időbe telt ennek az óriási méretű festménynek az elkészítése? Jól számolom, 10 négyzetméter? 10 négyzetméter? 5, igen, 10 négyzetméter. Először is ugye az beborítani aranyfüsttel, az se volt egy kis dolog, és az aranyfüstre lett egy olyan technikával, amit mondjuk a reneszánsz előtt és a reneszánszban használtak, ennek is oka van, és a legendák szerintem a Jókai leírja gyönyörűen a Bálványos című regényében ezeket a legendákat a Körültájtól egészen a Szent Anna legendájáig, gyönyörűséges legendák. Ezt azért tartottam érdemesnek, mert nagyon sok fiatal nem is tud róla. Viszont, és így voltunk a Hitellel is, nem is tudtak róla. Most így látván és felújítva és nézve ezeket a festmények, hát bizony nagyon sokan szembesülnek, és nagyon értékes információkat kapnak, de nem feltétlenül ezért született, mert elsősorban hát a szemgyönyör kötétésére születtek ezek a munkák, és csak azután didaktikai céllal. Művész úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban. Sajnos időnk lejár, de még egy kérdést fölteszek. Mikor láthatjuk önálló kiállítással itt Kolozsváron? Én nekem különösen nagy öröm, hogy itt lehetek ebben a stúdióban, ahol ezelőtt szinte indulástól, televízió indulásától részt vettem munkásságában. Épp ezelőtt egy órával tudtam meg, hogy jövő évben biztos kiállításom lesz, amikor is ezeket a két nagy méretű munkákat és másokat is elhozok Kolozsvára. Érdeklődve várjuk, köszönöm, hogy itt járt nálunk. Én köszönöm szépen.